Tehát nem az, hogy idegeneknek. Egy olyan Lidl csinálva az meg azért árnyékos part. Egy olyan Lidl. Ott a romok érte, a túloldalon. Az szép, várja. Nem is láttad? Nagyon kemény. Ugye? Hát. Ilyen kis fekeházat körülbelül érnek, egy kicsi alacsony tetőtér, hogy mi az, nem? Igen. Vagy itt el rád cserepekkel, mert hiányzik egy két kör, de jól lesz. Na, sziasztok! Görögországi nyaralásunk második napja. Hát a tegnap esténk valami fantasztikusan telt. Gyerekek, én még ilyen buliba, fú, bár annyi buliba voltunk már, de ez valami hihetetlen. Tekiláztunk természetesen, és milyen tekila ez a? Arany, gold. Arany? Gold, narancs, fahéj és tekila. Na szóval valami fenomenális volt a tegnapi esténk. Annyi tekilát megittunk, hogy már visszafele alig találtuk a szállást, igaz, Laci? Dehogy. Már fantasztikus volt. És a mai napunk, nézzétek, itt végig olaj. Igen. De mi az a brekkancsi? Nem tudom, brekegnek barátaid. Itt kell lemenni? Úgyhogy a mai napunk úgy fog telni, hogy lemegyünk a tengerpartra, és áztatjuk a kis testünket ezerrel. De előbb aztán... Ja igen, már kihagytuk sokáig elhúztuk a reggelt. Ugye? Jeges kávéval indítottuk a reggelt, úgyhogy tök szuper volt, mert Laci... A gyerekek, ha nem akarunk a partra menni, akkor itt is tudunk csobbanni. Ezen a kis csodálatos kis utcán megyünk lefele. Működik a vízforgató. És hihetetlen gyönyörű kis fák vannak. Tele van pálmafával, gyerekek, úgyhogy valami eszméletlen. Á, nagyon szuper. Bizony, és ezek az olajfák, olajbogyófák, vagy mi? Nem olajfák, sem. Vannak itt természetesen ilyen külön kis építkezések is, meg mit tudom én, amit így még nem fejeztek be. Igen, de vannak gyönyörű. Fejlődés, a jobb oldalon meg a fejlődés, látjuk ezeket. Bizony, hát azért vannak jók itt kecók. Ott olyan máma hátra, jó, ki van száradon, én nem semmi. Nem bocsolták, vagy mi? Hát valószínű. Pedig ilyen mostak nézünk, mert benne mindig, hogy már. Gyönyörű, szép. Itt vagyok a pálmafa alatt, gyerekek? Úgyhogy valami csodálatos. Mire leérünk a partra, gyerekek, eljön az összes fényvédő a kis pofimról, de muszáj, gyerekek, mert itt annyira meleg van, hogy eszméletlen. Ez biztos. És azért azt meg kell, hogy említsem nektek, igen. Amikor leszálltunk a repülőről, akkor volt hány fok, Laci? 25 volt. 25 fok. Nagyon páratlan volt. Olyan párás volt a levegő, hogy... Most fúj a szín. Tudom. Olyan párás volt a levegő, hogy majd meg döglöttünk, igaz, Laci? Most is az. És most is, úgyhogy... Szokni. Teljesen. Fiat basztikám. Hú, gyerekek, bejöttünk egy boltba, és veszünk törülközőt, mert... Nézzétek, milyen gyönyörű? Gyönyörű. Már ugye nagyon, tehát 20 kilót hozhattunk el csomagképpen. Sokkal nagyobb, mint perfalod. Ez gyönyörű, ez kell. Kéne. Nézzétek, itt rózsaszín is van benne, meg narancsszínű. Meg ez. Ó, bájkül. Nem, nem, az nem tetszik, a másik. A rózsaszín. És ha elviszik? Bocsánat. Jó, van, nézzük szét. Na gyertek, körülviszlek benneteket itt a csodálatos boltba. Michael, itt
itt aztán van minden. Gyerekek, ki mit kér, szóljatok. Hello. Gyerekek, álom. Az nagyobb is, mint legyező. Úristen. 400 forint, vegyél kettőt is. De várj, nekem valami görögös kell. Jó, hogy szappan. Hát ez a levendulás. Van citromos. Vanília. Úgy gyerekek, nem tudom melyik legyezőt választam. De azért ez... Úristen, gyerekek, nézzétek, mennyi olajbogyó. Atya, úristen. Nézd, no, thank you. Akkor please, two back over. Akkor azt kell, amit mondtál, a legesőt. Igen, igen, igen. És tudjátok, mi a legdurvább? Vagyok, mintás kell. Azt vagyod, amennyit tetszik. Nézzétek, milyen gyűrűm van. Gyűrű. Akkor nézzél magadnak egy kalapot. Oké. Okay. Nem veszek, mert a 9 euró bazd meg. És nem panom a jack. Csak de a... nem baj, kicsim. A de... mintája az. És akkor... De most akkor csak rajtam lesz kalap. De most 3 ezer... Nem baj, kicsim. A de... mintája az. És akkor... De most akkor csak rajtam lesz kalap. De most 3 ezer... Gyerekek. Szerintetek hogy áll? Ez ilyen nagy karimájú. Kicsit úgy feszül is, nem? Jézusom. Hol látok? Na ez milyen? Laca. Én is nem is látom itt a Grace feliratot. Azt hiszem, hogy nem egy sziasztázni. Már az ebéd, de 2 óra van, geci. Fél egykor indultunk el. Komolyan? Ha. Nem ér röhögni. Na most már jövünk ki a boltból. Mindenki hazament, nem egyik, mert senki nem lesz ott. És még mindig nem reggeliztünk, meg ebédeltünk. Még ezt kell. Inkább éhen halunk, de kell ez meg az. Ja, vagy egy. Úgyhogy... Szalvakarat nélkül tapasztat nem megy a dolgozó. Gyerekek, kalappal nyomjuk a party timed, times-t. Igaz, László? Aha. Nagyon jó lelki szifúr. Oszcsi! Tápcsú! Most már teteje is ilyen, olyan szivacsos, tudod oda. Mint a régen voltam már az éve. Olyan, mint a habszivac. Igen. Te akartál arra menni? Én nem akartam arra menni. Én tudtam, hogy erre kell jönni, minek mentem volna arra. Ugye, jó vagy, fiam. Csuka májolaj. Menjünk, csobbanjuk a habtestemet, beleengedjük a vízbe. Állj ott belül. Mondanom, indulnak a bizisfűsek. Igen. Egy legyen holó, ott bent a ficsába, jó messze. Ez az bemusszak. Nem hagyják ott. Igen, meg gondolom, a viharra vagy valami. Azt mondja, éjszakára is. Isten! Jó látjuk a... Na milyen? Nagyon jó, kóstolod? A citrom az olyan, mint a lime. Igen? Valamint a citromot ennék kajakra. Jó. Kóstold meg. Racsi. Hát ilyet én sem ettem még. Isteni. Én meg ilyen stracciatella a csokisán. A Ferrero Rocher. Úristen. Úristen. És akkor még én azt hittem, hogy a... Mi a kárte? Dorvos vagy, innen kezdődik a világ? Aha. Végkrém? Menjeim. Jó, ott maximum egy vagy két ízű, nem? Vagy az ilyen... Nem tudom, amit mondtál a jégkrém, ebben annyit kérsz, hány ízűt akarsz enni. Gyerekek? Isten király.
isteni. Úgyhogy falatozgatunk, gyerekek. Ennyit a fogyókúráról.